mai programot. Előbb elmondjunk a mantrát. Le is veszem. Majd, hogyha kell hallani titeket, akkor visszafelveszem. Így kapcsoljuk, hogy lássak benneteket. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Jó, akkor fogunk beszélni többféle dolgokról. Fogok most gyapázni. És itt a gyapa. És akkor gyapázunk egy kört. És akkor meg elkezdjük majd beszélni a mi témákat, tervezett témánkat. Előbb még visszatérek, hogy lássak benneteket. Csak hogy egy fejükkel mutassátok, hogy ti jól halljátok-e. Jó a hang? Van hang? Vagy csak újakkal mutassátok, hogyha jó hang, akkor csak így. Hogyha jó hang. Jó, oké, köszi. Jó, akkor én elmondom megint mantrát. És akkor Srila Prabhupádnak, mi múltkor már tanultunk, és ma beszélni fogunk majd Jai Shri Krishna Chaitanya mantráról. Oké. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pashatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Oké, akkor elkezdjünk japázni. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Rendben. Nem tudom, kép hogy megy. Kép nagyjából megy. Oké. Okay. Az élőz halduklik. Szokás szerint. Oké. Okay. Jó. Én leveszem most ezt. És akkor figyelek majd benneteket, hogyha kell, akkor jeleztek, hogy akartok szólni, akkor felveszem a hallgatnivalót. Vagy, nem, jó ez így. Oké. Okay. Tanultunk múltkor, nagyjából beszélünk a japázásról, múlt alkalommal, és beszéltünk a mantráról, egyik mantráról, Jaya Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Na most erről fogom beszélni. A bhakti yoga, Krishna irányi szeretet nagyon-nagyon vonzó. És olyan nagy boldogságot tapasztalja a bhakta, aki szolgálja Krishnát, hogy ez még Krishnát is vonz. Mert valamikor Krishna kérdezte a barátokat lelki világban, azt mondja, van-e olyan, amit én nem tudom. És akkor mondták neki, nem, te Isten vagy, te mindent tudsz. Isten nem nincsen, hogy nem tudhat valamit. De, és akkor a végén egy kis de volt. És akkor Krishna mondja, én úgy látom, hogy valamit nem mondhatok végig, akkor csak is van valami, amit nem tudok. És mondta, hát nem fontos. De, nagyon fontos, szeretnénk tudni, mi az, amit én nem tudok. És akkor elmesélték nekik, bakták, hogy gyakorlatilag te, mikor téged szeretnek, te ezt tudod. Tudod, mit jelent, hogy szeretnek téged. De ugyanakkor milyen tapasztalatod van, mikor téged szeretnek. De ugyanakkor az, aki szeret téged, az mit tapasztal, az milyen boldogságot tapasztal, na ezt nem tudod. És akkor Krishna mondta, fú, az igaz. De nem baj, mert akkor én megtudom, mert nekem van egy ilyen formám, Gauranga, ez a neve, és ebbe formába én szolgánként jövök a földre, és szeretettel fogok szolgálni saját magát, Istent, és így megtapasztalom. Szóval így Krishna eljött, hogy szerezzen tapasztalatot, hogy mit jelent, hogy milyen érzelmeket éli át bhakta, aki tisztán szereti Krishnát. Ez egy fontos dolog volt nála. És így jött el. Amikor jön, akkor általában Krishnának a színe, az eredeti Krishna színe, ez a fekete, ilyen kékes
szürkés, feketés, mint az első felhő, úgy szokták mondani. Persze Krishna völgyben, aki volt, látták Krishnát, az fekete, mert márvány, ez csak fekete. Általában feketéből csinálnak, de azt is amúgy jelent, hogy fekete. És mellette van Srimati Radharani, most mutatom nektek itt a képen. Látjátok, ez a Krishna völgy oltár, Srimati Radharani is Krishna, Krishna fekete. Krishna, ő a szeretet objektuma, a Srimati Radharani Krishnának a belső energiája. Mit jelent, hogy belső energiája? Mindjárt egy pillanat, megpróbáljunk egy trükköt csinálni. Hopsz. Jó, nézd csak. És akkor így. Hoppá! Szóval Krishnának a belső energiája, a Ladini Shakti, az azt jelenti, hogy élvezet energiája. Srimati Radharani. Ő a szeretet hordozója. Mivel a bhakti jóga, ez a szeretetnek a jógája, akkor Srimati Radharani, ő úgy mondják, hogy Prema Ashraya, szeretetnek a menedéke. Szóval ő nála van a szeretet. Krishna pedig Prema Visaya, szeretetnek a tárgya. És a Úr Csaitanya, amikor jön, amikor Krishna jön, mint Úr Csaitanya, akkor ő fogadja a testet, mint Srimati Radharani külsőleg, vagy aranyszínű lesz, már nem lesz ilyen fekete, és a hangulat is, Srimati Radharani, Srimati Radharani, ő a bhakta. Szóval Krishna jön, mint bhakta. És próbál Krishnát szolgálni nagy szeretettel. Akkor lesz Gauranga. Gaura aranyat jelenti. Szóval maga Krishna is meg akarja ízlelni, mit jelent ez a szeretet. És ezzel nincs vége, mert egyik vágya neki megtenni az odaadó állatát, de van egy másik vágya is. A másik vágya az pedig megadni másoknak ezt a lehetőséget. Szóval ő prédikál, és ő Hare Krishna mantrát ossza emberek közé. Ezért úgy hívják őt, hogy Audária. Audária az azt jelenti nagy-nagy lelkű. Nagy-nagy, aki nagyon együttérző mindenki irányt, Mahavadanyája. Nagyon-nagyon együttérző, nagyon-nagyon kegyes. Vagy úgyis mondanak Patita Pavana, az elesett lelkeknek a megmentője. Szóval maga Krishna, hogyha mi Krishnáról beszélünk, mint Krishna, nem prédikál. Krishna nem prédikál. Ő nem adja a szeretetet. Ahhoz, hogy kapjunk szeretetet, ahhoz jön a Úr Csaitanya, és akkor ő fog adni nekünk azt a szeretetet gyakorlatilag. Szóval itt ez a trükk az egészben. És ezek a bakták, akik Úr Csaitanya követői, ők pedig adnak tovább ezt a szeretetet. Szóval ez a misszió, ami mi csináljunk, ez Úr Csaitanyának a missziója, mert ő szeretne, hogy minden egyes ember merüljön el a lelki szeretetnek az óceánjába. Ez a lényeg, ezt szeretne, és akkor a bakták, akik az ő misszióba részt vesznek, ők is így ember misszióban vannak. Aztán a lelki világban Krishnának még van testvére is,
Balarám bátya. Halljátok, igen, valakinek csatlakozik. Oké. Balarám van neki még, bátya. És ő, szóval akik a lelki világban vannak vele társak, Krisnával, ők mindenki jönnek ide a földre, részt venni ebbe a misszióba, megosztani Krisnával a szent nevet. Ez egy fontos dolog még. És Balarám, amikor jön, az ő bátya, mondjuk így, ő is ugyanolyan Isten, mint Krisna, csak mondjuk második. Úgy szokták mondani, hogy Krisnának vannak sok-sok kiterjedése, és akkor vannak olyan kiterjedései, ami sokban nem különböznek tőle, vagy a inkarnációk, mint a Balarám, Srimati Radharani, de ugyanakkor esődleges. És amikor Balarám is jön vele a lelki világból ide, akkor úgy jön vele, mint Nityananda. És akkor itt látjátok a képen, van Gaur Nitai, és a jobb oldal, nekünk jobb oldal, hogyha most megnézünk, na jó, nézzünk így most, igen, nekünk jobb oldal, az a Krishna, Chaitanya, Gauranga, Úr Chaitanya, akkor a másik oldal, nekünk bal oldal, ő a Balarám, Krishnának a testvére. És ők a fontosak, a Nityananda, ugye Balarám, Nityananda, ő még kegyesebb, mint maga a Úr Chaitanya. Mert Úr Chaitanya, ő adja a szeretetet a szenvedő lelkeknek, akik keresnek, akik nem bűnösek, jámborok, de Úr Nityananda, ő a bűnösöknek is adja a szeretetet. Krishna iránti szeretetet, a bhakti jogát, a Hare Krishna Mahamantra éneklését. Szóval ez a fő dolog. És akkor a mantra, amit szoktunk mondani, Jaya Sri Krishna Chaitanya, ez a Chaitanya, ez a Gauranga, Krishna, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda. Nityananda, Balarám, Krishnának a testvére, Úr Chaitanyának is szintén bátya, testvér. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, az a bakta, egyik tiszta bakta, ugyanúgy társa, örök társa, aki ilyen lelki világból. Sri Advaita Gadadhar, ez is. Sri Advaita Gadadhar, Advaita Gadadhar, Srivas Adi, Srivas. Ő is egy tiszta bakta, ezek minden társai, akik vannak olyan oltárok, a mai előadásnak is az a neve, hogy Pancha Tattva. Például Mayapurban, indiai Mayapur templomban ott van egy ilyen oltár, hatalmas nagy, ahol öten vannak az oltáron, Pancha Tattva. Pancha azt jelenti, hogy öt, Tattva azt jelenti, hogy igazság, tudománya, és így tovább. Öt igazság, Pancha Tattva. Ők vannak ott, és amíg miért kell mondjunk mantrát, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Azért kell mondjunk, mert mikor mi elkezdtünk mantrázni, általában mi akaratlanul, és mivel mi csak kezdő gyakorlók vagyunk, mi sértéseket követjünk el, és sértések, amikor sértéssel valaki csapázik, akkor ez akadályozza, lassítja, és akadályozza a fejlődést. És amikor mi mondjunk japa előtt mantrát, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Sri Vasade Gaura Bhakta Vrinda, akkor Pancha Tattva
semlegesíti azt a sértést, a kedvezetlenséget. Mert Úr Csitánya, ő annyira kegyes, hogy ő nem veszi be komolyan a mi sértő hangulatot, ami a karmánk miatt szoktunk csinálni. Végül 500 év ezelőtt akkor jött Úr Csitánya, mert és ő vezette be, hogy Hare Krishna Maha mantra most lesz a fő mantra a világban. Előtte mindig jó, mindig működött, csak mindig volt valami más hangsúlyban minden, szóval másra hangsúlyozták a felszabadulás, a jogai folyamatoknak, mondjuk valamikor a meditáció volt a Szatya Jogában, akkor a meditáció volt, akkor Treta Jogában volt a tűzáldozat, az volt a főleg vallási gyakorlat, lelki gyakorlat, Dvapara Jogában Murti imádat, templomi imádat, és Kali Jogában Hare Krishna Maha mantra. Habár 5000 év ezelőtt elkezdődött Hare Krishna Maha mantra, de Úr Csitánya jött csak most 500 év ezelőtt, és ő vezette be Hare Krishna Maha mantra éneklését, és szentírások nagyon sok dicsőséget mondanak, dicsőítenek. Írják, hogy Úr Csitánya összefűzte Hare Krishna mantrát szeretettel, és egy ilyen fűzérbe, és az egész világra adta rá a Hare Krishna mantra fűzért, amivel össze van fűzve a szeretettel Hare Krishna mantra. Szóval ez a fontos, nagyon fontos megértsünk, hogy Úr Csitánya nélkül ő a Yuga avatar, minden jógában, minden korszakban van az a négy korszak, amit meséltem, négy jóga, Satya, Treta, Dvapara, Kali Yuga, most van Kali Yuga, és főistensége a Kali Yugában, Yuga avatar, ez nem más, mint Úr Csitánya, ami a legkegyesebb. És ezért sokszor hozzá fontos imádkozni, majdnem mindig, mert ő fog adni nekünk kapcsolatot Krisnával. A rendszer, a lelki útnak a rendszer is úgy van beállítva, úgy működik, hogy ahhoz, hogy Krisna elfogadjon bennünket, akkor először a lelki tanítómester kell, a mi lelki tanítómesterünk ajánlja minket Srila Prabhupádnak. Srila Prabhupád az egész láncolat keresztül ajánlja Úr Csitányának, és csak utána tudjon közelíteni Krisnát. Ez a alázatos folyamat, és ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos ezt tudni. Azért bhakti jóga, ez egy, ahogy többször mondom, ez egy tudomány, ez nem egy ilyen csinálok, ahogy gondolom, abban nem lesz semmi. Ugyanúgy, hogyha én elmegyek műtőbe agysebésznek, és csinálok, ahogy akarok. Először szétvágom az embert, utána elaltattam. Ez nem, hát itt van egy folyamat, van egy következetés dolgok, mi után kell csinálni. Itt is a bhakti jóga tudomány ugyanúgy kell következetesen lépésre fokozatok egymás után lépni és csinálni. Igen, szóval ezért a házi feladat az lesz, majd interneten meg tudjátok találni a mantrákat, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda, és akkor ezt meg lehet tanulni. Igen, hát ki ismeri már
Srila Prabhupádnak a mantráját kitanulta. Namo Mishvapadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vidanta Swamini Tenemine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Tarine. Kriszti tudja. Jó. Aha. Monika is tudja. Ki még tudja? Jó. Akkor jó. De akkor a házi feladat megtanulni, aki tudja Prabhupádot, az jó. Aki nem tudja Prabhupádot, ki nem tudja a Pancsatattva, ez a Jaya Sri Krishna Chaitanya. Ki nem tudja. Jó, akkor a többiek tudnak. Aha, Zsolti nem tudja. Igen, igen, Csilla nem tudja. Mit mutattál ott, Zsolti? Fénylik, ja, ott van, aha, a puska, az jó. Ez jó, hogy igen, szokták csinálni, hogy ilyen kis kicsibe kiírják, és akkor mennek magukkal. Igen, aha, igen, és akkor ide megyünk, oda megyünk, mindig lehet egy kicsit tanulmányozni. Most nemrég hallgattam leckét Srila Prabhupától, ő azt mondta, hogy nagyon fontos tanulni verseket, még hogyha nehéz, nem probléma, nem kell sietni, nem kell rohanni, de azt mondta, hogy már az a vibráció a szanszkritnak nagyon tiszta és nagyon jól hatással van a mi tudatunkra, jobban tudjunk utána fejlődni szóval nyugaton. De ezt a párt, ezt meg lehet tanulni. Hát valaki, ki tudja internetről is dobni nekünk oda a Bhakti Yoga csoportba? Vagy posztoljak? Kiposztolok oda ezteket a mantrákat, jó? Amit lehetne tanulni. Jó. Akkor, hát ez egy röviden mondtam, de ha nézzük meg, van-e kérdések, hogyha nincsen, akkor majd menjünk tovább. Nincs kérdés? Jó, oké. Nem baj? Remélem, hogy ez be van kapcsolva. Rendben. Akkor elmesélek egy történetet, hogy lássunk, milyen kegyesek. Az Úr Csaitanyáról, hogyha akarunk tudni, az ő életéről, mikor ő itt volt a Földön, 1486-ba jött, valahogy így, igen, akkor a Chaitanya Charitamrita, ez a könyv, ez a filozófiailag legmagasabb filozófiát tartalmaz, ami csak létezhet a világban, és ez pont az ő életéről szól, hogy hogyan jött, és milyen volt a természete, és akkor hogyan osztott a szeretetet, és ő maga megmutatta, hogy mit jelent Isten irányú szeretet. A prémat. Prema pumarta mahan. Ja, hogy ez a legmagasabb célt adta, a célt, a Krishna irányú szeretetet. Oké. Okay. És akkor a történet volt a következő. Úr Chaitanya mindig kérte Úr Nityanandát és a többi társát, ott volt még Haridas Thakur, még egy nagy-nagy Vaisnava, bhakta, hogy menjenek és terjesztenek Krishna tudatot. Ahogy most is szokták menni, bhakták könyveket osztani, valamikor házra-házra mennek könyveket osztani. Az Úr Chaitanya időben kezdődött, és végül ők mentek mindenhova.
mert annyira boldogok voltak, mert Úr Csaitanya, mikor megízlelte a szeretetet itt a Földön, a Isten irányi szeretetet, akkor azt mondta, hogy ez olyan nagy szeretet, hogy meg kell, nem, én nem fogok győzni mindenkinek odaadni, és kérem benneteket, vigyitek ti. Adjátok oda mindent, az egész szeretetet. Éppen náslunk a mi anyagi világban, a matematika úgy működik, hogy 1 - 1 = 0. Ugye? Ezért minket nem annyira tanítják, hogy adjál, mert akkor neked nem marad. A Srila Prabhupád magyarázza, hogy igen, az anyagi matematika 1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0. A lelki matematika, Krishnának a matikája, az pedig 1 - 1 = 1. Szóval ez mit jelent? Hogy Istenből bármennyit elveszel, mindig egy marad. Isten mindig marad. Szóval nem lesz kevesebb Istenből. Hogy ő kiterjesztette magát, és megteremtette a világot, mindig ő marad, mint személy. Szóval nem, mert ez a materialista matek, mikor valaki, ahogy múltkor meséltem, a teremti világot, úgy gondolják, hogy Isten magában teremtette a világot, és ő már nulla lett. Ő lett a világ. Nem, ez anyagi matek. A lelki matek 1 - 1 = 1. És 1 + 1 = 1. Mindig. De van egy másik fokozat ennek a mateknek, ez az Úr Csaitanyának a mateka. 1 - 1 = 2. Ez azt jelenti, minél többet adsz másoknak a szeretetből, annál többet kapsz. Ez az ő matikája. És ezért mentek a bakták és osztották. Mindenhova kopogták ajtóba, akkor ott mentek, és volt egy hely, ahol volt 2 bűnös testvér, a Jagai Madai. Azt mondják, hogy ők nagyon sok bűnt követték el. Hát nem volt olyan bűn, amit ők nem tudták elkövetni. Szóval mindenre képesek voltak. Jagai és a Madai, ez a nevük volt. Magyarán mesélnek, hogy általában, amikor valaki meghal, nem inkább úgy mondjuk nekünk, még visszamegyek, még távolabb. Most mindenki nagyon félti saját adatokat, hogy legyenek megvédve adatok, jó, és mi lesz, hogyha csippelnek minket, és mindenhol már figyelnek, és a kamerák, és miatt figyelés alatt vagyunk, júj, stressz, akkor jönnek mindenféle adatvédelmi törvények, de végül minket mindig figyelnek. Mikor mi egyedül vagyunk, mondjuk, na most senki nem lát, senki nem tud, most csinálhatok. Akkor is van 2. Minimum 2 mindig vannak. Szóval úgy működik, hogy van Yamaraj, ő a halálnak az ura, a Yamaraj, és amikor valaki meghalt, akkor hosszú-hosszú folyamat után jön Yamarajhoz. És Yamaraj megnézi, mennyi bűnt követünk el, és mennyi ember tetteket, és ez megvan minden jegyzetelve. Neki van egy titkára, Chitragupta, ő figyeli, hogy mindenkinek legyenek mindig jegyzetelve a jó és a rossz tettek. Chitra azt jelenti, hogy kép, Gupta rejtett. Rejtett kép. Rejtett kamera. Ő mindig figyel minket. Hát úgy, hogy neki vannak 2 szolga, hát minden, nem 2, hanem minden emberre van 2, egy ilyen személy. Shravana, ez a neve, akik mindig, egyik itt van, másik jelenti. Szóval amikor csinálunk valamit jót, akkor oda megy a jelentés. Amikor csináltunk rosszat, megy a jelentés, és akkor karma.
és amikor a Jaga és a Mada, ez a kettő testvér, bűnös testvér, annyira beleélték magukat a bűnös tettekben, hogy nem tudom, hogy másodpercenként csinálták valami bűnös dolgot. És a Sravanák, akik jelenténél járták Csitragoptához, hogy meg elfáradtak. Azt mondták, hát ez nem lehet. És utána Csitragupta, a titkár, megkérdezte Yamarajot. Yamaraj, ő a Dharmaraj, az igazságura, aki mindig igazságosan ítéletet hoz. És kérdezték tőle, mondta, hát ez milyen, mennyi bűnt követik el? Nincs is olyan pokol, kell valami külön új bolygó, pokol bolygó rendszert teremteni nekik, hogy tudjanak ott leszenvedni azt, amit ők követnek el. Szóval ilyenek voltak ezek a Jaga és Madai. És mindig, amikor Úr Nityananda jött, Úr Nityananda gondolta, na most, hogyha ők fognak énekelni Hare Krishna mantrát, ők lesznek bakták, akkor az Úr Csaitanyának a dicsősége az igazán nagyon nagy híre lesz, hogy ő kegyessége, az ő szeretetje nagyon különlegesen fog lelkedni. És akkor Nityananda mindig akart oda menni. És ment ide, ők mindig fenyegették, és mindig kellett menekülni tőlük, mert mentek utánuk meg. De egyik alkalommal Nityananda gondolta, nem, akkor is megyünk, és adjuk nekik szeretetet. És akkor mentek hozzájuk, és Úr Nityananda mondta neki, hogy mondd meg, hogy Hari, 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 Hariba, énekelj a szent nevet, énekelj el Istennek a nevét. És akkor dühös lett az egyik testvér, és fogta egy ilyen agyag edénynek a cserepét, és Nityananda betört a fej, és akkor elkezd vérezni. És Úr Nityananda azt mondta, nem haragodott. Ő mondta, kérlek, te olyan jó ember vagy, úri ember vagy, kérlek, énekelj el. Aztán ott van hosszú történet, mi történik, de lényeg, hogy jött, ott Csaitanya megtudta, hogy ő Isten, rögtön megtudta, megtámadták a Nityananda Prabhut, a démonok, és akkor jött. Tudjátok, Krishna, amikor védi valakit, akkor neki van egy ilyen csakra, Sudarshan csakra, ez a Krishnának a legyőzhetetlen fegyvere, az egy ilyen korong, azonnal megy, és levágja a fejét, nem lehet ellenállni. És már elkezdte hívni. És Úr Nityananda meglátta, akkor elkezdte imádkozni hozzá, mondta, nem, nimáj, kérlek, ne bántsál, mert most ebbe korban a te fegyvered ez a kegyesség és a szent név éneklése. És szóval elkezdte imádkozni, és ekkor, amikor látták két testvér, először az egyik látta, hogy hú, ezek tényleg nagyon kedvesek és nagyon kegyesek, és nem úgy reagáltak, hogy mások szokták, mikor jössz velük verekedni. És meg is ijedtek egy kicsit, hogy fú, lehet, hogy mi tényleg egy komoly szentet. Ahhoz, hogy Istent, az még nem is jutott fejükbe, szemeszükbe, hogy megtámadták. De legalább annyi volt, hogy jó, lehet, hogy nagy szentet megtámadtunk, most akkor mi lesz? És akkor elkezdtek ők is menedéket venni, és Úr Csaitanya, mi nagyon kegyes, minden megbocsátja. Ők kérték bocsánatot, és akkor csak megajándékozta őket Krishna irányi szeretettel. És utána ők voltak a nagy a Madhava és Jagannath, nagy-nagy szentek lették. A legnagyobb bűnös emberekből a legnagyobb szentek. Szóval ez a különlegeség itt a Kali Yugában, Úr Csaitanya kegyéből, hogyha akár mi bármit követtünk el abba életünkbe, hogyha mi menedéket veszünk,
Hare Krishna mantra éneklésnél és Úr Csitány és Úr Nityanandánál mi szentekkel válhatunk. Nem, ez egy nagyon könnyű lesz. Szóval, hogyha nem ők, nem jöttek volna 500 évvel ezelőtt, akkor most nem lett volna könnyű nekünk itt a koronavírus ideje alatt. Így pedig nagyon jó és könnyű. Igen, szóval ez a fontos, hogyha veszünk komolyan Úr Csitányát, Úr Nityanandát, akkor sose lesz velünk sose semmi probléma. Akkor boldogan tudjunk gyakorolni, és tudjunk fejlődni. Nélkülük nem tudjunk fejlődni. Fontos az ők áldások. Ezért budapesti templom, amit mutatom az oltárt, mindjárt még egy kicsit, mutatom, Gornitai, úgy hívják, hogy Dayal Nitai Vijay Goranga, Nitai Goranga. Ez a budapesti templomnak az oltára, és ezért Budapesten van ez, mert ez az oltár, Gornitai, mert ők nagyon kegyesek. Ami már van mondjuk Krishna völgyben, a Rádesyama Szundár, ők már szigorúak. Ott már Rádesyama Szundárt imádhatnak, általában szigorúan mondva csak felszabadult lelkek. Szóval az egy kicsit komolyabb már az a oda kell Úr Csitányt együtt megkapni, és utána mehetünk Rádesyamához, de amúgy nem nagyon tudjunk őket közelíteni. Igen, és akkor Budapesten ez a prédikáló hangulat. Úr Csitánya, ő prédikál, ő akarja osztani Krisna irányi szeretetet, és mindenki, aki akarja fejlődni, akkor ő veszi részt prédikálásban, és mikor ő prédikál, Úr Csitánya felhatalmaz prédikálásra, és prédikál, ez azt jelenti adni másoknak, és minél többet adsz, annál többet kapsz. És ez is egy titok ahhoz, hogyha mi szeretnénk fejlődni, akkor ha mi részt veszünk a prédikáló misszióba, valaki, nem, ez sok minden lehet belőle, valaki előadásokat tart, könyveket ad másoknak, valaki főz a konyhába, valaki, annyi sok minden van, végtelenféle dolog van, ami által lehet részt venni a prédikáló misszióba. Szóval így, és akkor mi tudjuk fejlődni. Oké, nézzük meg, hogy még vannak esetleg kérdések. Felveszünk ilyet. Nem tudom, hogy be van kapcsolva, amit be. Nincs kérdés. Kriszti. Ti halljátok Krisztit? Na most, pillanat, Kriszti. Na, gyere. Így. Aha, látom. Így. Na most próbáld meg. Hát most itt a bhakti yoga téma, de próbáljuk meg. Az nem fér be most ide. Most lelki dolgokról beszéljünk.
Hát, hogyha nincs benne tojás, hát úgy, hogyha az oltáron a gornitáj van, akkor ez belefér. Hát, jobb, hogyha van gornitáj. Kezdeni kell gornitájjal, és akkor majd utána idővel lehet rá is jön. Tudod? Még egyszer? Nem jó. Nem. Amikor Isten eszi, akkor mi megvárunk, és utána, amikor ő evet, mi leveszünk, elmosogatunk az ők, mert úgy fontos, hogy van Krisnának külön ajánlós szed, amiből mi nem eszünk, nem iszunk belőle, és akkor mi fogjunk ezt az ajánlós szettet, rajta felajánlottunk, utána kivettünk belőle a Mahaprasadamot, elmostunk az evősöt, utána ehetünk. Jó. Az lehet, az már, de ez lehet, aha, az nem probléma, igen. Az ott van, de a főételt, amit mi eszünk, akkor az külön kell tálkán, és akkor külön ajánlani. Múltkor nem raktam, én úgy emlékszem, hogy raktam a felajánlásnak a folyamatát, ugye, a csoportba, a videót. Igen, ott van a folyamat. Az már nagyon-nagyon múltkor volt. Igen. Jó, van más? Madhai, igen. Az is van Chaitanya Charitamrita-ba. Igen, neked van olyan könyv? Srimad Bhagavatamban nincsen, biztos van párszor, ahol Prabhupát említi, csak így érintve. Nem részletezi. Igen. De hogyha, én azt gondolom, hogyha beírsz magyarul Google-be, Jaga és Madály története, biztos valaki már oda kirakta valamit. Jó? Igen, az részletesebb lesz. Én kicsit röviden meséltem. Oké. Jó, hogyha nincsen más, akkor következő alkalommal mantrázunk megint, a gyakorlat lesz. Beszéljünk a gyakorlatról, és utána murtikról beszélünk. Ugye? Az volt nekünk a terv. Jó. Ez a 2 hét múlva. Oké. Akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és majd folytatjunk.
Igen, és akkor lehet, hogy akkor ez jó lesz, ez a Google-ami meeting, meet. Majd akkor megint küldjünk a linket nektek oda csoportba, jó? Oké. Okay. Nem tudom, most senki, én beléptem most ma, de valahogy nem láttam, hogy valaki be tud lépni. Nem tudom, mi történt, de nem problémáztunk. Ezt gyorsan megcsináltunk, és akkor ne húzzunk az időt. Ja. Nem baj. Nem baj. Köszönjük szépen. Hare Krishna. Hare Krishna.